Fogáspárt és szövetségeseivel együtt eljöttünk a Nemzeti Választási Iroda elé, hogy beadjunk egy olyan beadványt, amiben azt fogjuk kérni, hogy senkit se lehessen ebből az országból a saját lakóingatlanából kilakoltatni, ugyanis nagyon barbár dolognak tartjuk a 21. században, hogy embereket a saját otthonaikból kiráncigálhatnak, és utána őket mindenféle jogkövetkezmény nélkül törvényesen sajnos jelenleg az utcára lehet tenni, ez felháborító. Mi lesz az aláírás gyűjtő kérdőjével? Több szöveget fogalmaztuk meg. Az első az úgy szól, hogy egyetértünk azzal, hogy az önhibáján kívül fizetésképtelené vált embereket, családokat ne lehessen a saját ingatlanjukból az utcára tenni, és a parlament erre minél hamarabb alkosson törvényt. A többit pedig a Laci barátunk elmondja. Igen, ezen kívül még lesz 4 kérdésünk, amik többnyire a hitelekkel, deviza és forint hitelekkel kapcsolatosak. Arról fognak szólni, hogy bírósági eljárás nélkül ne lehessen végrehajtást indítani, mindaddig ne lehessen végrehajtani hiteltartozást, amíg a károkat meg nem fizették a károkozók. Szól egy kérdés arról, hogy ingyenes jogvédelmet biztosítsanak azoknak, akiket a bankok vagy a bankok indítottak ellenük eljárást. Mert ugye őnekik már nincs rá pénzük, hogy ezt megtegyék, és így kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, hiszen egy banknak ma a jogásza, hatalmas apparátusa van, és ezzel szemben ott áll az állampolgár, aki azt se tudja, hogy mi történik vele, nincs jogi végzettsége, őnekik mindenképpen olyan jogvédőre van szüksége, akik a civil szervezetek ellenőriznek, és ő ebbe a körbe benne lehet, és ezt valamilyen módon az államnak vagy a károkozóknak kell megfizetni. Hol lesz elérhető ez a kérdőjé? Tehát a kérdő úgy működik, hogy most be fogják fogadni, utána erre van egy válasz, hogy ez kiírható népszavazás kezdeményezésként vagy nem. Ha kiírható, akkor az ország valamennyi pontján majd megtalálható, ehhez a lakosságot, a segítőinket fogjuk hívni, illetve innen is megkérjük valamennyi magyarországi pártot, parlamentit és parlamenten kívülit is, illetve a civil szervezeteket, egyesületeket, hogy legyen ez egy közös nemzeti érdek. Fogjunk össze azért, hogy ebbe az országba soha többi egy ember se kerülhessen utcára. Hát azt gondolom, ez lesz az igazi segítség az embereknek. És itt fog megmutatkozni az, hogy melyik párt akarja tényleg segíteni az bajbújtott embereket, meg melyik nem. Ki az, aki beszél, ki az, aki nem. Aki emellé áll, és azt mondja, hogy ne lehessen ember kirakni az utcára, az jó szándékú segítőpárt. Aki elkezd magyarázkodni, meg mindenféle ködös jogi következtetéseket levonni, az egyszerűen azokat az embereket képviseli, akiknek érdekébe áll ebbe az országba az embereket a saját házukból kirakni. Ők a rossz pártok, nem hiszem, hogy 2014-ben a választóktól megfelelő bizalmat fognak kapni meg ezek után. Egyébként maguk a kérdések azok már most is elérhetők a Nem adom a házamat Facebook oldalán, illetve elküldtük a média képviselőinek is, hiszen semmit nem titkolunk, előre megmutatjuk és meglátjuk, hogy mérettetnek meg maguk a kérdések. Várjuk 10 óráig, várjuk meg!